Fakitermelés a sóstói erdőben. A kivágott akácok egy része tűzifaként hasznosul, amely aztán a szociális tűzifa program révén vagy megvásárlás útján jut el a háztartásokhoz. Eddig a szokásosnál jóval enyhébb volt a tél, vasárnaptól azonban betörtek a minuszok, így azok, akik nem készültek fel kellőképpen, most próbálnak elegendő tüzelőhöz jutni. A vásárlók ilyenkor megpróbálják a lehető legolcsóbb megoldást választani, erre építenek a csalók is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az elmúlt hónapokban különösen a Facebook Marketplace-en bukkant rá hamis hirdetésekre. Az a tapasztalatunk, hogy a hazai online apró hirdetési portáloknál a hirdetéseket felvevő ügyfélszolgálatok most már nagyon sok ellenőrzést elvégeznek, és próbálják kiszűrni, hogy csalók fel tudjanak adni hirdetést, vagy beazonosíthatatlan személyek hirdetést adjanak föl. Viszont az online közösségi portáloknál, például a Facebook Marketplace-en ilyen ellenőrző ügyfélszolgálat, vagy ilyen ellenőrzési funkció nincs beépítve, és ezt sajnos a csalók ki is használják. Arra törekednek, hogy őket ne lehessen azonosítani, és kedvező árral, vagy kedvező szállítási feltételekkel megpróbálják lépre csalni a olcsóbb lehetőséget kereső ügyfeleket. A Marketplace-en megjelenő tűzifa hirdetések megbízhatatlanságát jól jelzi, hogy a hirdetők több mint fele meg sem adja a telefonszámát, kizárólag privát üzenetben lép kapcsolatba a vásárlókkal. Szintén árulkodó jel, hogyha egy eladó nem adja meg a beazonosításához szükséges adatokat. Először ellenőrizzük az online hirdetésnél, hogy van-e a hirdetésnél úgynevezett EUTR faanyagkereskedelmi lánc azonosító. Ez egy két betűből és hét számjegyből álló azonosítószám. Hogyha nincs a hirdetésben ilyen, akkor már kattintsunk is tovább, mert akkor ez egy nem jogszerűen működő hirdető. Hogyha van ilyen azonosítószám, akkor pedig, ha beütjük a keresőprogramba, hogy Nébih és EUTR, vagy EUTR és tűzifa, akkor a Nébih Erdészeti Hatóság összeállított egy vásárlói tájékoztató tematikus oldalt, és itt elérünk egy EUTR kereső alkalmazást, ebbe be tudjuk ütni ezt az azonosítót, és itt le tudjuk ellenőrizni, hogy ez kihez tartozik. Hogyha Nyíregyházán lakunk, és Zalaegerszegről kínálnak tűzifát, akkor azért kezdjünk el gyanakodni, mert azért a tűzifának a fajlagos szállítási költsége nagyon magas. Akkor is kezdjünk gyanakodni, hogyha a hirdetésnél nincsen telefonszám vagy telephely megadva, csak privát üzenetbe hajlandó velünk kapcsolatba lépni a hirdető. Ez általában akkor fordul elő, hogyha a hirdetőnek vagy nincs is szándéka tűzifát kiszállítani, vagy az a szándéka, hogy a tűzifa szállítása és kifizetése után, ha bármilyen problémánk van, akkor ne érjenjük el. A Nébihnek egy úgynevezett fekete listás nyilvántartása is van ezen a vásárlói tájékoztató oldalon. Itt településekre lebontva telefonszámmal illusztrálva gyűjtötték össze azokat, akik jogszerűtlenül hirdettek tűzifát a korábbiakban. A lista folyamatosan és igen gyorsan bővül, amit a hatóság tavaly novemberi vizsgálata is mutat. Az ellenőrök szúró próbaszerűen végzett telefonos próbavásárlásai során 70 hirdetőből 56-an akadtak fenn a rostán, és kerültek rá a fekete listára.